Díszes gipszmintás keret foglalja körbe Magyar Pál is felesége Hajdú Éva fényképét. A fotót 2021-ben a foton szereplők dédunokája adományozta a Vármegyei Múzeumnak, így került az intézmény néprajzi gyűjteményébe. 1934 és 39 között Őcsényi bíró volt, és hát az akkori viszonyok, vagy politikai viszonyok között a Nemzeti Egység pártjának a helyi vezetője is volt. Ugye ez akkor a kormányzó párt volt Magyarországon, és a pártnak a programja volt, hogy a helyi vezetést összekapcsolják a párt szervezéssel, meg a párt felépítésével, tehát igazából hivatalból kellett, hogy elnöke legyen. Ugye Magyar Pálnak a bírósága idején több fejlesztés is megvalósult a településen, például a községből az Őcsényi hegyre vezető utat ekkor kövezte a település, akkor új bikaistáló, csődöristáló épült, orvoslakás készült, több utcát is köveztek a bírósága idejében, a távlati tervek között szerepelt új községház, új jegyzőlakás építés, ugyanez már nem az ő bírósága idejében, igazából a II. Világháború alatt megvalósultak ezek a fejlesztések is. Még annyit erről a képről, hogy ez Borgula műhelyben, vagy fotószalomban készült, hogy a Borguláék egy elég jelentős fényképész dinasztia Szekszárdon. 1910-ben kezdte Borgula Ede a működését Szekszárdon, és hát a környékbeli településeken ugye mondhatjuk azt, hogy szinte ő volt az egyetlen, aki a különböző alkalmakat fotózta, és hát generációról generációra öröklődött ugye a fotózásnak a tevékenysége, meg a mestersége a családban. Még annyi érdekesség, hogy mind a ketten 1957-ben haltak meg, egyik kölyük júniusban, a másik pedig augusztusban, tehát elég hamar elmentek egymás után. És még ugye annyi így a képről, vagy magáról a kép készítés, hogy a sárközi gazdacsaládoknál nagy divat volt az, hogy ilyen kinagyított képeket készítettek, és akkor ezekkel ugye a szobákat díszítették. A paraszti világban a fényképezés egy különleges alkalom volt, melynek megadták a módját. Bizonyos szituációkat, vagy élet helyzethez kapcsolódó eseményeket örökítettek, meg ugye házasság, különféle események vagy rendezvények, ugye például születi bál, vagy iskolás csoportképek, óvodás csoportképek is készültek, akkor ugye nagy divat volt a háborúk alatt a katonaképeknek a készítés, és igazából az érdekessége ezeknek a fotóknak, hogyha hogy végignézzük, nem csak ugye a sárközieket, hanem igazából általánosságban, hogy ugye megvan mindegyiknek az érdekessége, most ez függetlenül attól, hogy paraszti társadalmi rétegből, vagy polgári rétegből való volt a személy, akiről a fotók készültek ebbe a, hát mondjuk azt, hogy nagyjából a 20-as, 30-as évekig, amikor még nem terjedt úgy el a fotózás, ugye voltak olyanok, akiknek voltak már saját fényképezőgépeik is, hanem amikor még a műtermi környezet volt a fotózásnak a, hát mondjuk azt, hogy egyetlen szintere. Ugye ezeken, ha megnézzük a képeket, teljesen mindegy, hogy milyen téma, vagy milyen alkalomból készültek. Ugye itt egy ilyen standardizált, beállított képek ezek. Ugye eleve a műtermi környezet az kiragadta az egyént a maga megszokott közegéből, vagy élet helyzetéből. És ugye itt zárt, feszes testtartás van, mosolyt, azt ugye nem látunk ezeken a képeken, tehát ez is mutatja azt, hogy a fotózás ugye igazából egy különleges alkalom volt mindenféle tekintetben, teljesen mindegy, hogy milyen megrendelésre készültek, vagy milyen alkalomból készültek a fotók. Magyarországon már a 19. század közepén megjelent az úgynevezett daguerotípia. Lényeg, hogy egy ilyen fémlemezre készült a fénykép, és akkor később a
század második felétől már ugye megjelentek a papírra előhívott fényképek. Ugye ezeknek voltak olyan változatai is, hogy színezték a képeket megfelelő technikákkal, későbbiekben már a századforduló, 19.-20. század fordulójától terjedt ez a fajta megoldás, igazából az általános az a fekete-fehér kép volt.